Sziasztok! A héten visszatér a mozikba DiCaprio a visszatérő című Iñárritu filmben. Partnere Tom Hardy lesz, meg egy grizzly, meg nagyon-nagyon sok szenvedés. A filmet ugye a Birdman stábja készítette, hogy ez Leónak mennyire lesz jó menő, színészileg mennyire lesz a csúcson, hát az majd hamarosan kiderül. Addig is én korábbi filmjei közül szemezgettem és szedtem össze kedvenceimet tőle, és rendeztem egy szubjektív 10-es listába. Alapvetően egy romantikus massza ez a film, de bevallom, hogy én szeretem. Baz Luhrmann MTV-s videoklip stílusú Rómeó és Júlia feldolgozása nekem kifejezetten bejött annó, és a mai napig csípem, gicsesség ide vagy oda, ráadásul Leónak jól áll az irodalom egyik leghíresebb alakjának szerepe is, mondom, érdekes és furcsa, mai stílusú adaptációja ez Shakespeare művének, de én ajánlom. Oké, mára már talán kicsi poros az 1997-es Titanic is, sőt, rengeteg klisét szült, meg annyi paródia táptalaja lett, de a 11 Oscar díjas romantikus katasztrófa filmnek köszönheti Leonardo világsztárságának alappilléreit, Cameron mozia pedig működött, és igazából működik a mai napig is, DiCaprio pedig tényleg feltette Hollywood térképére végérvényesen. Martin Scorsese egy igaz története Howard Hughes életét mutatja be, egy milliómos filmrendező, pilóta és kissé megalomán férfi történet ez az Aviátor, címszerepben pedig Leonardo DiCaprio, aki ebben a nagyra törő, hatalomittas hollywoodi fenegyerek szerepben is meglehetősen erőteljes és hiteles. Denis Lehane nyomasztó hangulatú thrillerét adaptálta megint csak Scorsese, ez pedig a Viharsziget. Két rendőrbíró érkezik egy kis szigeten fekvő elmegyógyintézetbe, hogy egy rejtélyes ügyet göngyölítsenek fel. DiCaprio karakterének viszont emellett még saját démonjaival is meg kell küzdeni. A film befejezése talán kissé félresiklik, a könyvben talán jobb volt, de így is egy érdekes hangulatú jó kis krimi thriller ez. A Gilbert Grape-ben nem ő a főszereplő, hanem Johnny Depp, de az akkor 19 éves DiCaprio teljesítménye talán maradandóbb Deppéné is. Egy furcsa család életébe nyerhetünk betekintést, ahol a túlsúlyos anya nem képes ellátni a családot, így Gilbert lesz a családfő. Az ő mentálisan sérült testvérét alakítja DiCaprio, akit Oscarra is nomináltak e szerepért. Tarantino filmje a Django elszabadul egy egészen furcsa western kulság egyeleg, amely hol működik, hol nem, bár főképp szerintem inkább igen. És ami pedig kifejezetten működik a filmben, az a gazdag, véres és brutális földbirtokos szerep, ebben pedig az őrültködő DiCapriót látjuk. Tény, hogy igazából maga a szerep a nagyon jó, de akkor is ugye kellett egy DiCaprio hozzá, hogy ennyire működjön. A vacsora jelenet, amelyben elborul az agya, a film egyik legjobb jelenete. Aztán megint Scorsese, a szigorúan piszkos ügyek remake-je a tégla. Aki nem látta az eredetit, az nosza neki, viszont ez az ír maffia világába átültetett sztori is szerintem tök jó működik. A legjobb Oscart érdemelte a film, arról lehet vitatkozni naphosszat, de a bostoni alvilágba beépülő DiCaprio itt is hozza, amit kell, ráadásul van még egy nagyon jó Mark Wahlberg, Jack Nicholson, remek Matt Damon, én ezt a filmet is ajánlom. És Scorsese újra. Nagyon sokat dolgozott együtt DiCaprio Scorsese-vel, és szerintem közös munkájuk nagyon sokszor gyümölcsöző volt. Pofátlan és gátlástalan tőzsdeügynök szerepében partizza végig a filmet. Tényes való, hogy itt aztán tényleg az ökörködésen van a hangsúly, de egyáltalán nem zavaró. Kicsiben kezdi az üzletet, hatalmas vagyonra tesz szert, nem is annyira törvényesen. Ezután jöhetnek a bulik, a csajok, a kokó, a pia, sok humor, hihetetlen tempó. Ennyire önfelett alakítása nem sok volt eddig DiCaprio-nak. Spielberg filmje is valós történetet dolgoz föl, Frank William Ebbingnél sztoriát, aki egy profi csaló és szélhámos volt. Az ő bőrébe bújik DiCaprio, az őt üldöző nyomozóval Tom Hanks-el játszik macskaegérjátékot. A film végtelenül könnyed és szórakoztató, ilyen Leo alakítása is, akinek egyszerűen jól áll ez a szerep. Úgy látszik, hogy ő érzi ezeket a furcsa valós figurák megformálását. Aztán mielőtt az első helyet megemlítenék, nézzünk pár filmet még, amik jók voltak. Ezeket tudom még ajánlani, ilyen az Egykosaras naplója, szerintem jó volt a Szabadság útjában, bár a film annyira nem volt ütős. Jó volt a Nagy Gatsbyben is nagyon, bár itt is szerintem a film kicsit gyengébbre sikerült. A Véres gyémánt is elmegy, a Part is, a New York bandáiban is egész jó volt, a film sem rossz. Na de akkor nézzük, mi van az első helyen. Igen, Nolan filmjét az eredetet tettem ide. Talán egy picit túlértékelt ez az alkotás, viszont alapjaiban egy borzasztóan ügyesen összepakolt, nagyon izgalmas film. Nagyon is. Az álom az álom, az álomban van az álom. Sztori talán kicsit mosolyogtató és néhol túlmagyarázott, viszont végig le tud kötni, végig izgalmas tud maradni. Egy sötét, egyedi hangulatú, magába szippantó alkotás ez. Igazából megint az van, hogy az első három hely közül bármelyiket érre tehettem volna. Szóval azokat mindenféleképpen ajánlom.
De szerintem azért, aki egy nagyon izgalmas és szórakoztató, néha még elgondolkodható sci-fire vágyik, az az Eredetet mindenféleképp nézze meg. Nos, nekem ezek voltak a kedvenceim, várom a ti véleményeteket, listátokat, írjátok meg, hogy hogy néznek ki a ti top 10-etek. Én addig is nagyon jó filmezést kívánok. Sziasztok! For my theme song, my leather black jeans on, my body means on, partner I'm getting my scream on, into the kingdom, but watching you bring home, you see a black man with a...